Sziasztok, Peti vagyok, és az Ava Group média csatornát nézitek. A mai nap végigveszük azt, hogy mit szabad egy főbérlőnek, és mit nem. Ugye sok főbérlő próbál trükközni mindenféle olyan dologgal, ami jogilag nem megengedett. Úgyhogy, ha érdekel a téma, maradj velünk. Indul az intro, ami alatt föl tudtok kiratkozni, tudtok nyomni egy like gombot, és meg is tudjátok egyből osztani a videót ismerőseitekkel. Az egyik leggyakoribb vétség a főbérlő részéről az, hogyha megtartja a második kulcsot a lakáshoz, ez teljes mértékben szabálytalan. Ilyen esetben jogotok van kicserélni a zárat, és a főbérlő nem jöhet be az albéletbe, akár mi van a szerződésbe. Persze tudom, hogy az egész téma elég nehéz, mert fogunk olyan pontokkal találkozni a következő percekben, amit általában a belevesznek a szerződésbe, hogyha nem egyeztek bele, akkor nincs szállás, és innentől kezdhetitek újra az albélet keresést. Ugyanakkor az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy tudjátok, hogy mi a jogi állás, ezeket a szerződéseket alá lehet írni, persze vita rendezésre kerül majd a sor, mikor valamilyen problémátok van, de hát ki vagyunk szolgáltatva magyarok a német bérleti szerződéseknek. Tehát a főbérlő nem járhat be a lakásba, nekem is volt olyan főbérlő, hogy gyakorlatilag naponta benjárt, és mindig ilyen vicces kis leveleket hagyott mindenféle dologgal, hogy szellőztessünk, ne szellőztessünk, mi hova rakjunk, meg tegyünk rendet, holott a saját felfogásunk szerint igenis rend volt a lakásba, tehát ez nem. A főbérlő csak előre bejelentés után, tehát bejelentkezik, és utána léphet be a lakásotokba, amit béreltek tőle, és a, a, hogyha tényleg valamilyen kárt kell elhárítani, tehát folyik a víz, csőtörés van, ég a lakás, akkor mehet csak be a ti megkérdezésétek nélkül. Valamint ilyenkor is, például, hogyha folyik a víz és vízkáról van szó, akkor is Elvileg rendőrt kéne magával hoznia, ugye azért, hogy a rendőr igazolja, hogy nem jogtalanul lépett be a lakásba. A következő kérdés az, hogy tovább adhatjátok-e bérbe a ti általatok bérelt lakást. A dolog nem teljesen egyszerű, tehát minden esetben, szinte minden esetben kivér, kitérünk arra is, hogy mikor nem, engedét kell kérni, a bérbeadótól, hogy további bérbe adhassátok a lakást. Ilyenek, hogyha mondjuk financiális nehézségeitek vannak, vagy valakivel szeretnétek összeköltözni. Engedélyt kell tőle kérni, alapvetően a további bérbeadást nem tilthatja meg, egyedül a beköltöző személye ellen támaszthat igényt, tehát te azt meg kell indokolni, hogy az a személy miért nem költözhet be a lakásba. A, ugyanakkor, hogyha 6 hétnél kevesebb tartózkodásról van szó, tehát egy családtag vagy hasonló jön hozzátok látogatóba, és nem éri el az idő a 6 hetet, akkor még engedélyt se kell kérnetek. De még egyszer ez csak balászra és családtagra vonatkozik, tehát most az, hogy csináltuk egy Airbnb-t és, és hetekre fogadtok vendéget, az nem ugyanaz. Háziállat Mindig nagyon ö, sokszor előjövő kérdés, hogy a főbérlő megtiltja, hogy házi legyen. A 2013-ban a BGH, tehát a Bundesgerichthof döntött arról, hogy a főbérlő nem szólhat bele abba, hogy nektek milyen házi van, de a, abba beleszólhat, hogy mekkora az állat és mekkora a lakás. Tehát egy bengáli tigrist, egy 15 négyzetméteres szobába nem fog beengedni. Kis állat, tehát ilyen, ilyen, ilyen hal, papagáj, meg egyebek, azok mindig engedélyezettek, tehát nem tilthatja meg a főbérlő, hogy ilyeneket tartsál. Mérges állatok, tehát mérges kígyó, skorpió, meg ilyenek, abban az esetben beleszólhat. Nagyon sokszor följön a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha penészedik a lakás. A helyzet az, hogy az esetek 90%-ában a főbélő azt fogja mondani, hogy azért penészedik a lakás, mert ti nem szellőztettek megfelelően, és rátok terheli a teljes javítás, penészelenítés díjait. Sajnos a helyzet az, hogy nektek kell szakértőt fogadni, megfizetni előre, aki esetleg meg tudja állapítani, hogy egy építési hiba, tehát egy szigetelés, vagy egy hőhidokozza okozza a penészedést, hogyha ezt kifizettétek, megvan a szakértői vélemény a kezetekbe, akkor lehet nekiállni vitatkozni, esetleg pereskedni, és akkor visszakapjátok a szakértő díját, de ahhoz ezt a procedúrát végig kell csinálni nagyon sok tévedés van azzal kapcsolatban, hogy mikor mondhat föl a főbérlőnek azonnal. Ugye általában bér nem, tehát lakbér nem fizetésre e, gondolunk, tehát e, nagyon sokan úgy gondolják, hogy tartozol egy havi bérrel, akkor azonnal fölmondhat neked. Ez egészen pontosan a BGB 543. pontjában van leírva legalább két havi lakbérrel kell, hogy tartoz, tartozzatok egymást követő hónapba, tehát két hónapon keresztül nem fizettek lakbért, vagy tartoztok egy havi lakbérrel, és utána valamikor később fogtok tartozni még egy havi lakbérrel mondok egy példát, januárban nem fizettetek, februárban tudtatok fizetni, majd márciusban megint nem tudtok fizetni. Na most, hogyha márciusban megint nem fizetek, akkor már két havi bérrel tartoztok, azonnal felmondhat nektek. Viszont sokan csinálják azt, hogy ilyenkor februárban gyorsan a határidő lejárt tehát a fizetés határidő lejárt kifizetik a januárit, majd utána nem fizetik ki a marciusit, és akkor így gyakorlatilag, technikailag csak egy hónap lakbérrel ö, tartozik az illető. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezt meg szabad tenni. A következő kérdés az, hogy kirúgható-e a bérlő, amikor eladják a lakást? Hivatalosan nem. Tehát a lakás tulajdoncseréjével a béleti szerződés nem szűnik meg. Az új tulaj Felmondhatja a szerződésedet, de az sem ilyen egyszerű. Ha az ember jobban belolvas a jogi háttérbe, akkor védettséget élveztek vidéken három évig, városban pedig tíz évig. Hogyha nincs más okarát, tehát csak azért, mert megvette a lakást és ő azt máshogy akarja hasznosítani, azért nektek nem mondhat föl. Vidéken három évig, nagyvárosokban ott pedig tíz évig nem mondhat föl. Mi van akkor, hogyha egy bérbeadó ki akarja tenni a bérlőjét? Hát elég rossz kártyái vannak. Jogilag ez úgy néz ki, hogy ugye föl akar mondani neked a főbérlő, akkor megkapod a felmondást, a szerződés szerint egy, kettő vagy három hónap a felmondási idő, és sajnos ilyenkor a bérlőnek még nem kell, vagy hát ki kell, de sokan vannak az úgynevezett bérlet nomádok, akik beköltöznek, nem fizetnek, folmondanak nekik, letelik a felmondási idő, mondom ez az egy, kettő vagy három hónap, utána a főbérlőnek két hónapja van, hogy beadja a kiürítési végzésre a per indítványt, az a per is Akár egy évig is elzajl, tarthat, lemegy, és utána a per végén van egy dátum, ameddig el kell hagyni a lakást. Tehát sajnos a adók, hogyha ti bérbeadók lennétek, akkor az sajnos úgy van, hogy nagyon nehéz kirakni egy bérlőt, hosszú idő, és igazából a pénzeteket se fogjátok látni erre az időszakra. Nagyon sokan vannak abban a tévhitben, hogy a bérbeadónak van 6 hónapja visszaadni a kauciót. Ez nem igaz. Tehát a törvény szerint három hónapon belül, a bérbeadónak vissza kell adni a kauciót számotokra, hogyha valamilyen évvégi rezsielszámolás, összesítés, évzárlás miatt feltételezi, hogy ott még majd nektek valamit fizetetek kell, még akkor is vissza kell adni a teljes kauciót, és később kell, hogy igényeljen állatok a többletfizetési igényét. Ha tetszik a videó, mindenképpen osszátok meg ismerőseitekkel, lehet nyomni egy lájkot, like és találkozunk legközelebb is a következő témában. Sziasztok!